A kosárlabda az egyik legnépszerűbb sportág Magyarországon, és az Országos Szövetség igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy megyei szinten is minél többen vegyenek labdát a kezükbe. Az anyagi és eszköztámogatás mellett az edzőképzéssel és különböző programok elindításával igyekeznek szélesíteni a bázist. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 12 sportszervezetben kosaraznak versenyszerűen. A 7 csapatos megyei bajnokság mellett az NB2-ben, az NB1B-ben, a női amatőr NB1-ben is van képviselője a megyének. Körülbelül 800 játékosunk van, aki játékengedéllyel rendelkezik, közel 500-an már az országos bajnoki rendszerben versenyeznek, és egy olyan körülbelül 300-350 ember, az 350 fő az, akik megyei szinten versenyeznek, és így váltották ki a játékengedélyt, és olyan csoportos játékengedélyeken szerepelnek. Ezen kívül egyébként 2500 igazolt játékosa van a megyének, de hát nyilván ezek egy nagyobb része nem aktív már, és nem versenyzett, vagy nem váltottak ki rá játékengedélyt. Én azt gondolom, ez nem rossz szám. A sportszervezeteket figyelembe véve 12 kosárlabdával, MKOS tagsággal rendelkező sportszervezete van a megyének, 11 férfi vonalon, egy pedig női vonalon. A szövetség eszköztámogatással is szorgalmazza a digitális jegyzőkönyv alkalmazását, valamint képzésekkel segíti egy új rendszer bevezetését. Nagy kihívás lesz a CESAR rendszer bevezetése, illetve ennek próba használata. Ez egy ilyen centralizált edzésterv és sportolói adminisztrációs rendszer, így lesz ez a CESAR rövidítés, amely abból áll, hogy a kommunikációt, az információ áramlást, az egyesület, sportszervezet, szülők, a sportolók között és a szövetség között felgyorsítja. Mindenki lát mindent, tehát akár a szülő is láthatja, hogy a gyermeknek milyen edzésterve van, milyen mérkőzései vannak, mikor, hol van, hol jelent meg, vezeti a nyilvántartás, ugyanakkor az edzőket rákényszeríti arra, hogy napra készen csinálják az edzéstervet, napra készen vezessék a nyilvántartásokat a jelenlévőkről, a betegekről, a sérültekről. A szövetség elnöke még elmondta, hogy tovább folytatják a játékvezetők, valamint az asztal személyzet képzését, és ősszel egy B33-as szabadtéri nagy rendezvényt szeretnének szervezni Nyíregyházán.